A Duna nagy mértékben alakította a folyó mellett kialakult települések életét. Paks életében gazdasági, kultúr és társadalom történeti szempontból is jelentős szerepet játszott. Az 1993-ban alapított Paksi Városi Múzeum 2016-ban átadott Paksi Metszet névre hallgató állandó tárlata a Duna és Paks kapcsolatára épül, és 4 fő részből álló kiállításon átmeséli el a város kialakulásának történetét. A régiség tárban a régészeti feltárásoknak köszönhetően a Dunakömlödi Sánchegyen egy bronzkori település kialakulását, a római erődöt, a Lusszoniumot mutatja be. Ez a Pannonia provincia határát védő erősségek egyike volt 400 éven keresztül. A kiállítás ezen része ennek a dobnak a történetét meséli el, kisebb részében pedig Paks történetével foglalkozik. A katonai tábor hétköznapi élete, a harcásza, a lakáskörülmények, az étkezés, a műhelyek, a táborhoz tartozó temető és a temetkezési szokások egyaránt megjelennek ebben a kiállításban. A temetkezési szokások és a hétköznapi élet mellett egy külön teremben kapott helyet maga a vallás és a művészet, az ahhoz kapcsolódó művészet. Ugye, mert a római sok Isten hitnek nagyon sok tárgyi emléke is fennmaradta, és hát ezek közül a leghíresebb, ez a bizonyos császárszobor töredék, ami ugye már Európában is volt nagykövete Paksnak, és a parlamentben is szerepelt már, bár most már szívesebben küldjük a másolatot utazni, ami szintén itt van ebben a teremben, tehát azt meg lehet fogni. És ez a híres szobor töredék adja a központi elemét ennek a vallástörténeti kiállításnak, de az összes többi keleti misztérium vallások, illetve a sok Isten hitnek a pici szobrai reprezentálják a római kornak a valláskultúráját. Ezután az emléktérbe lépve Paks 19. századig tartó története elevenedik meg. Ezzel az érintő képernyővel a látogató megismerkedett abban, hogy a török kiűzése után és a Rákóczi szabadságharc után, Mária Teréziától kezdve Paksnak hogyan alakul a nemzetiségi, vallási és hát egyéb társadalmi összeállítása, ezt egy ilyen interaktív térképen tekinthetik meg, hiszen nagyon sok változás történt ezen a területen, ugyanúgy, ahogy az egész országban, hiszen a török kiűzése után egy meglehetősen hát kihalt országot kellett ugye újjáépíteni. De mindjárt ugye a régi hagyományos katolikus és református vallás mellett megjelentek itt az evangélikusok, és egy nagyon jelentős Tolna megyében az egyik legjelentősebb zsidó közösség telepedett le Pakson Mária Teréziától kezdve. A török kiűzése után az új betelepülők, a régi lakosok és a közbirtokos nemesség együtt adta a város új arculatát. Világukat korabeli tárgyak, térképek, dokumentumok és korhűen berendezett szobák idézik fel abban a kúriában, ahol a Szenicei családnál többször vendégeskedő Deák Ferenc is megfordult. 6 szobában mutatja be a svábok és a magyarok világát, lakáskultúráját, korabeli ruhaviseletüket. Vidéki nemesi réteg, közbirtokos nemesek, akik elsősorban gabonakereskedelemből gazdagodtak meg, ezeket a típusú lakóhelyeket építették fel maguknak, amelyet most mi kúriának hívunk. Ez egy városi kúria, hiszen voltak olyanok is, amik a városon kívül helyezkedtek el, és akkor a földbirtok is körülöttük volt. Itt a földbirtok nem a kúriával azonos részen helyezkedik el. Megpróbáltuk úgy berendezni, hogy körülbelül az ő életformájuk érzékelhető legyen, úgy a tárgyakkal, mind az interaktív játékokkal. Tehát most mi az ebédlőben vagyunk, ami ugye a családnak egy központi helye kellett, hogy legyen, hiszen az étkezések időpontja határozta meg a napnak a rendjét abban a korban, és ami egy nagyon jó dolog volt abban a korban. Tehát az ebédlő, ahol az egész család összegyűlt, az étkezések során és a vendégek is. Onnan átlépünk egy kisebb, a mai szemmel talán szokatlan színösszeállítású helységbe, hiszen nagyon sötét zöldek a falak, maga a falfestés,
az a falkutatás nyomán egy rekonstrukció, az eredeti az egyik falmélyedésben ott látszik is, hogy ennyi megmaradt az eredetiből, és ez egy rekonstrukció. Mi ezt elneveztük úri szobának, vagy pipa szobának. Az emléktér a kortársak szalonjával záródik, ahol színes rajzok formájában bemutatják a Pakson található kúriákat. A régiségtárban és az emléktérben eddig kialakult kép a Dunatár megtekintésével válik teljessé. Egy-egy dobozba foglalva 10 téma segítségével kap átfogó képet a látogató, az élelmiszerszerzéstől az ártéri gazdálkodáson át a Dunában való mosásig. Maga a kiállítás azért a Duna megléte köré épül, és hát ez a padlástér, mert most ott vagyunk a kúria padlásterében, ez a Dunatár nevet kapta azért, mert minden olyan foglalkozás, amelyik valaha a Dunához kötődött, egy-egy ilyen fekete dobozban megjelenik a padlástér. A Pakson, a Dunán, ugyanúgy lett a Dunamenti településen, hajómalmok sorakoztak, és őrölték a gabonát, amit aztán ugye a hajón a dunai kereskedők szállították tovább. Aztán természetesen a halászat, ami nagyon-nagyon fontos eleme volt a paksiak életének, itt is részben interaktív módon, részben pedig tárgyak formájában mutatjuk be azt, hogy a dunai halászat az mennyire fontos volt mindenféle szempontból. Körbesétálva ezt egészíti ki a Duna változásainak térképes megjelenítése, valamint a folyó és az ártér gazdag állat és növényvilágának bemutatása számítógépes játékok segítségével. Itt ezekben a terekben egyébként hanghatásokat is betettünk, hiszen hullámzik a víz, hajókürt is van, tehát megpróbáltuk élővé tenni ezt a gyönyörű vízvilágot, és az egészet lezártuk a víz alatti régészettel, hiszen a Duna az, amiből nagyon sok lehet a felszínre kerül. Ilyen a ritkaság számba menő bronzkori sisak, melyből egész Magyarországon mindössze 2-3 darab került elő. Ezek egyike Pakson található. Tovább haladva a paksi metszettárlaton a 4. egységbe érkezünk, mely a paksi löszfalat mutatja be. Itt megismerkedhetünk az összes olyan talajfajtával, mely ezen a löszös területen kialakult. Paks északi részén a Sánchegy tövében 1890-es évek közepén épült a paksi kősz téglagyár. A téglagyártás során a nyársanyagbányászat fokozatosan tárta fel azokat az üledékeket, melyek a föld történeti múltunk közel 1 millió éves eseményeit őrzik. A feltárt üledékek első tudományos ismertetésétől folyamatos volt a kutatók jelenléte a paksi löszfalnál. Itt a kutatások során előkerült megkövesedett állati csontok, ősmaradványok, mamutfogak látványa tárul elénk. A látogatók játékos formában a feltáró ládákban ők maguk is régészkedhetnek, igazi csontokat áshatnak ki a homokból. Tanulja, hogy eredeti helyén kell hagynia. Így tanulható meg a régészeti feltárás munkafolyamata, de van esőt generáló interaktív játék és időutazó fönk is. Amit én nagyon szeretek, ez a hatalmas fönk, ez egy olyan játék, amelyel azt lehet megmutatni, hogy ha korszakokat nézünk, kiválasztunk egy korszakot, 1840-ben, amikor ez a fa fiatal volt, akkor milyen események történtek Pakson. Akkor volt a Szenicei ház gyakori vendége Deák Ferenc. És ez a fa akkor még icike-picike volt. Tehát ezt a bizonyos dendrokronológiát így el tudjuk magyarázni a gyerekeknek. Múzeumi sétánkat a Paksi Múzeum dicsőségfalánál zártuk. Az év múzeuma külön díja majd a kis múzeumok számára alapított Kolosszai Ildikó emlékérem után a paksi metszet létrehozásáért 2016-ban az év kiállítása címet kapott Paks. 2000-ben pedig a Lussonium romkert Tolnai kummá vált.